Köszöntöm a kedves érdeklődő közönséget. A Budapesti Vers Klub jelentkezik. Nos, ez alkalomból egy nagyszerű költő évfordulójához kapcsolódik műsorunk, amivel mi ünnepeljük ezt a nagyon szép napot, a Magyar Kultúra Napját. Nemes Nagy Ágnes 100 esztendős lenne. Ez a kitűnő költő és ez a csodálatos ember, azt gondolom, hogy az ő emlékét és az ő műveit gyakrabban is kellene idéznünk, mint csak egy évforduló alkalmából, de hát ne legyünk telhetetlenek. Nagyon jó, hogy most elővettük őt, és hát újra gyönyörködünk ezekbe az írásokba, versekbe, és gyönyörködünk abba az emberi magatartásba, amit ő képvisel. Azt gondolom, ez a mába nagyon hiányzik. Tartsanak velünk ebbe a néhány percbe, amibe Nemes Nagy Ágnesre emlékezünk. Eknáton jegyzeteiből. Valamit mégis kéne tennem, valamit a gyötrelem ellen. Egy istent kellene csinálnom, ki üljön fent és látva lásson. A vágy már nem elég. Nekem betonból kell az ég. Hát lépj vállamra, Istenem, én fölsegítlek. Trónra bukva, támaszkodj majd néhány kerubra. És fölruházlak én, ne félj, ne lásson meztelen az éj. A szenvedést kapcsold nyakadra, mintha kerek vércsík fakadna. S az legyen langyos köpenyed, szerettem növényeidet. S helyezd el ékszeres szívedben, hogy igazságra törekedtem. Ennyi, elég is, mondd ki, jó itt, és tedd hatalmas funkcióid, csak ülj és nézz örökkön át. Már nem halaszthatlak tovább. Nagyon érdekes, bölcselkedő játékosságú verseket választottál többek között. Ez milyen örömet okoz, és miért éppen ezeket? Tudod, hogy én szeretem a klasszikusokat, és rajongok a kortárs szerzőkért is. És nekem Nemes Nagy Ágnes költészete a klasszikus modernség képviselője. Így valahogy összekötődik a kettő, és tulajdonképpen megérint, röviden próbáltam összefoglalni a legrövidebben, hogy mit jelent számomra az ő költészete. Objektív líra, mértani pontosság, hihetetlen belső feszültség, mert a kemény felszín alatt egy nagyon érzékeny női lélek szólal meg. És ez a kettősség, ez nagyon megfogott a lírájában. Aztán ugye az Eknáton jegyzeteiből című versében az istenkeresés gondolata felmerül ugye az emberben, hogy halandó, kereshet, alkothat Istent. A válasz, a vágy, a szenvedély vágya, hogy megalkossa, a lírában ez megfogalmazódik. És valahogy bennem, mint olvasóban, egy kicsit ez az Isten vágy, egy kicsit ilyen önkép keresővé redukálódik, vagy formálódik. Ez is érdekes. Csodálatos ez a sistergő szerelem,
ami átsüt a szerelmes versen. Igen. Itt is, itt nehéz számomra megtalálni, ugye, hogy ez a hideg távolságtartás és a belső érzékeny lélek egyszerre megszólaltatása. Igen, azt hiszem, hogy ez a modernség egyik titka. A modern igen, ember ezért éli mondtam, meg a hogy, világot, távol tartjuk magunktól a szenvedélyt, ugyanakkor meg nagyon jó megfürdeni benne. Igen. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm szépen. Bűn. Kit megbüntettek bűntelen, elhagyja azt az értelem, mint egy vakablakot. De érdemelte több napot. Bűntelen, aki élt. Az ásványok ártatlanok, s ártatlan a herélt. S kin égett egy égbolt nyilánk, az lesz a legvakabb szilánk, s még azt se tudja, miért.